Következik Marosi István, Recognita csúcsfejlesztője, Emőkének volt fejlesztő társa még a kezdeteknél, és nagyon sokat köszönhet neki a Recognita OCR technológia. Mindkettőjüknek, Emőkének és Pistának. Köszönöm. Üdvözlök mindenkit. A délutáni szekciónknak az a neve, hogy mit főzünk a fazékban. Ez az első szakmai szekciónak az első előadása. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor egy ilyen betűlevessel indítok, ez illik a Recognitához legjobban. Volt is ilyen plakátunk, amiben betűleves mintázta a Recognita szavakat. A karakterfelismerés buktatóiról lesz szó, és hát a 30 évnél kicsit messzebbre nyúlok, a kezdetek azok 35 évvel ezelőtt voltak, még az SKI keretein belül, amikor Emőke 84-ben karakterfelismeréssel kezdett foglalkozni. Abban az időben még szkennerek nem álltak a rendelkezésünkre, kamera volt, aminek pici volt a felbontása, egy 8-bites M08X számítógéppel lehetett dolgozni. A kamerakép az eléggé gyengus volt, nagyon függött a megvilágítástól, a minősége, hogy délelőtt van, vagy délután van, egyszerűen nem lehetett beállítani rendesen, hogy éles legyen a kép. Abban az időben a karakterfelismerésnek a módszere, az a matrix matching nevezetű módszer volt, ami ugye az irodalomban lehetett róla olvasni, ami azt jelenti, hogy a karakternek a pixelleit összehasonlítjuk egy elmentett mintázatnak a pixeleivel, és nézzük, hogy mennyire hasonlít rá. Hát ettől, hogy ilyen a kép ennyire változatos, ezt a módszert nem lehetett használni, úgyhogy Emőke elkezdett azon gondolkodni, hogy milyen módon lehetne úgy megfogni a problémát, hogy az ehhez a nehéz környezethez, a kamera környezethez is jobban illeszkedjen. És az ötlete az volt, hogy a karaktereket el lehet képzelni úgy, hogy kiindulunk egy gyurmából, és hogyha azt a gyurmát megnyomjuk mondjuk itt felülről, akkor lesz belőle egy U betű. Hogyha alulról is megnyomjuk, akkor lesz belőle egy H betű, ha meg mondjuk jobbról is megnyomjuk, akkor lesz belőle egy K betű. Nagyon jellegzetesen leírja a karaktereknek a képét az, hogy milyen irányban történt ez a benyomás, tehát milyen irányban vannak benne konkáv ívek. A feature-ök azok voltak, hogy hol találhatóak a karakteren a konkáv öblök, és ezek milyen irányba néznek. A program, ami készült rá, az ezeket a feature-öket számolta ki, és utána ebben az időben még csak bedrótozva voltak a programnak a logikája, hogy ha van benne ilyen, akkor az olyan betű, ha van ellenben olyan irányú, és akkor az egy másik fajta betű. Maga ez a számítógép abban az időben, még az M08X számítógép nem volt nagyon alkalmas arra, hogy rendesen a számítógép dolgozza fel a dolgokat. Jellemző példa például az, hogy ezek a karakter képek, ezek kézzel papírlapra rajzolt képek voltak, ahol Emőke próbálta összeszedni, hogy milyen betűknek milyen tulajdonságai is vannak. Aztán egy évvel később akkor új hardvert kaptunk. Kaptunk abban már tényleg többes szám is benne van. Akkor végeztem éppen az egyetemet, akkor voltam friss diplomás, és úgy kerültem az SKI-hoz, és valahogy véletlenül oda kerültem Emőke mellé, amikor ezek az eszközök érkeztek az SKI-ba. Leginkább egy Mikrotek szkenner volt belőle a fontos, ami egy 300 dot per incses felbontású, nagyon jó minőségű szkennelő eszköz volt ahhoz képest, ami korábban a kamera volt. Egyébként abszolút értelemben is nagyon jó minőségű szkenner volt. Nem M8X-en, hanem 16 bites IBM PC klónon lehetett dolgozni, egy Proper 16-os számítógépen. Nagyon fontos volt az is, hogy valahogy oda került hozzánk egy Multitek grafikus kártya is, aminek 1024x768-as volt a felbontása, egy monokrom kártya volt, de ez a felbontás abban az időben ez valami kimagasló magas volt. Tehát a standard felbontás az a még fekete-fehérben is csak 640x200-as felbontású képernyőképek voltak.
Ezen az 1024x768-on ezen tényleg mindent lehetett látni a képről, amit csak akartunk. Úgyhogy erre készítettünk egy ilyen grafikus, ablakozós, egeres interfész programot, ami ki tudja használni. Képekről volt szó, úgyhogy ilyen programozási eszköz volt legalkalmasabb arra, hogy lássuk a karaktereket. Hát mondtam, hogy egeres program, de valójában egerünk nem volt. Az pár évvel később kaptunk egy Logitech egeret, úgyhogy az eger az csak szimulálva volt. A szkennernek az illesztő programját is magunknak kellett megírni, a bitmap file kezelését hasonlóképpen. Abban az időben úgy természetesnek tűnt, hogy a IBM PC-s gépeken, azokon assemblyben készíti az ember a programot. Mi is abban írtuk. Ez végül nem vált annyira jó ötletnek, tehát utólag visszagondolva nem olyan jó ötlet, de akkor teljesen természetes volt. Na most, ha már itt így a gépekről van szó, akkor itt egy motto, amit áthúztam, hogy nem mondta a Bill Gates, hogy a 640K elég mindenkinek. Valójában a fordítottját mondta valami olyasmit, hogy a 64K-ról a 640K-ra való ugrás az úgy tűnt nekünk, mármint mondta ő, hogy ez 10 évre elegendő muníciót ad mindenféle fejlesztésre. És ennek ellenére gyorsan rájöttünk, hogy ez a 10 év, ez nem igaz, mondta ő. Hát mi is rögtön rájöttünk, ugyanis csak maga egy A4-es papírnak a szkennelt képe, az kicsivel több mint 1 megabyte memóriában fért volna el, és hát annyi nem volt ebben a gépben sem. Az IBM PC az egy 16 bites gép volt, a 16 bites pointerekkel 64 kilobajtot lehetett normálisan, kényelmesen címezni. A kép is fizikailag se fért be a memóriába, tehát természetesen adódott az, hogy az egész képet nem látjuk végig, csak egy csíkot látunk a képből, és ezt a csíkot egy gyűrűpufferben tudjuk földolgozni. Ilyen módon dolgoztunk, teljesen real-time-ba ment a dolog, ahogy a szkenner ott adta a sorokat, úgy ismertük föl, írtuk ki az eredményt, a felismert szöveget, és ezzel a környezettel is, ami végül is egy ilyen 64 kilobájtnál kisebb memóriájú környezet volt, már lehetett OCR-kedni. Aztán az első nagy bug akkor jött elő, kb. Egy évvel később, amikor a kód hirtelen 32 kilobájtnál nagyobb lett. És a pointereink negatívvá váltak. És a negatív pointertől elszállt nagyon sok minden hirtelenjében. Úgyhogy rá kellett jönnünk, hogy hát ezek unsigned műveletekkel kell kezelni, ami hát a tapasztalatlanságunkat mutatta, hogy nem eleve úgy csináltuk. A program, a Recognitának a algoritmusai, az OCR fölismerés algoritmusai végig assembly nyelven voltak írva. Az OmniPage-nek az a része, ami a Recognitát öröksége, az továbbra is assemblerben van írva. Persze az eredeti 16 bites assembler az már ma már nem használható. 96-ban jött egy másik nagy áttúrás, amikor már a Windows 95-tel gyakorlatilag bejöttek a 32 bites gépek és operációs rendszerek. Át kellett írni a kódot, hogy 32 bites legyen, amihez ki kellett találni egy makrókészletet, hogy az assembly kódunknak csak a szükséges részét kelljen átírni ilyen makrókra, amivel tudunk fordítani 16 bitre is, meg 32 bitre is. Tehát például egy ilyen makró, ez a MoveLP nevezetű makró, Move Long Pointer, ami 16 biten lefordult, nem is tudom, 3-4 utasításra, hogy kell egy ilyen long pointert áttölteni egyikről a másikra, 32 biten meg egyetlen egy utasításra tudott lefordulni. Ezzel sokáig elvoltunk, aztán 2012-ben 64 bites-sé kellett tenni a programot, akkor már a 64 bites processzorok is eléggé könnyen hozzáférhetőek voltak. Úgyhogy tovább kellett fejleszteni ezt a makrókészletet, úgyhogy manapság ugyanabból az egyszem kódból tudunk akár 16, akár 32, akár 64 bites kódot is fordítani. A 16 bites kód bár elméletileg még ma is lehetséges, de ma már nincsen. Tehát ma már nincs az a
fordító program, ami, meg nincs az az operációs rendszer, ami tudná futtatni a 16 bites programot. De térjünk vissza kis kitekintő után még 85-re, amikor tehát újra kezdtük a szkenner alapon, akkor még nem nevezték Recognitának a karakterfelismerő programunknak az írását, hogy milyen feature-öket használtunk akkor. A feature-ök továbbra is azon az ötleten alapultak, ami emőkének ez a gyurmás ötlete volt, hogy hol vannak a konkáv és a konvex ívek, pontosabban, hogy hol vannak a konkáv és a konvex pontok, töréspontok a karakter kontúrján. Kontúrbejárással körbejártuk a karakter vonalát, és azt néztük, hogy hol törik nagyjából 90 fokot a kontúr. Itt lehet látni a zöld pontokat, zöld töréspontokat, azok a konvexek, a piros pontok, azok pedig a konkávak. Maga a fő feature az az volt, hogy hány ilyen pont található a kontúron, hány 90 fokos szerű törés található a kontúron, és azok milyen pozícióban vannak, milyen sorrendben követik egymást. Ebben a programban már, amit ezen az alapon csináltunk, nem volt semmi sem bedrótozva, tehát betanítottuk a kódot ezen az ablakozós interfészen, viszonylag egyszerűen rákattintottunk arra a karakterre, amelyikkel éppen probléma volt, és a program kiszámolta a feature-jeit, és berakta ezeket a feature-öket meg a teljes bitképet egy ilyen pattern gyűjteménybe, amihez hozzáírtuk, hogy az éppen milyen betűkód is. És egy tanuló program utána ebből a pattern file-ból összeállította, összegyűjtötte a fontosakat, tehát összevonta azokat, amiket nagyon hasonlítanak, stb. Ennek a módszernek, mondjuk, amiről volt szó Gyurinak az előadásában a mesterséges intelligenciánál, hogy milyen nehéz tanítani, és bele kell ömleszteni nagyon sok dolgot, hogy kijöjjön belőle valami. Ennek a módszernek az az előnye, hogy nagyon keveset kell tanítani. Ahhoz, hogy egy R betűt betanítsunk, viszonylag kevés alakot elég megmutatni a programnak, és abból már fogja tudni. Na most mennyi ez a viszonylag kevés? Hát eredetileg úgy gondoltuk, hogy az tényleg milyen jók vagyunk, nagyon kevéssel is tudunk dolgozni, de aztán kiderült, hogy hát néha bizony ez jó sok tud lenni, mert itt vannak ezek a kis talpak, például az M betű három szárán is van két oldalt egy-egy talp, meg még a tetején is vannak mindenféle kis apró inci-finci dolgok, amik nagyon könnyen el tudnak tűnni. Tehát például az M betű első szárán, hogyha megnézik, a másik kettőhöz képest egy piros pont hiányzik. Mert az a talp az annyira kis keskeny lett, hogy azt már nem lehet komolyan venni. Úgyhogy ott egy konvex-konkáv csúcspár eltűnt. És hogyha van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilyen hely, az 2 a 9-en lehetőséget tud hozni. Ennyiféle alak ki tud alakulni kis pixeles változatosságokból. Úgyhogy bizony néha jó sok alakot be kell tanítani. Ehhez csináltunk egy olyan interfészt, hogy ez meggyorsítsa a munkánkat, hogy egyszerűen csak meg kellett mutatnunk, hogy hol vannak azok az érzékeny pontok, amitől az hiányától vagy megélététől az algoritmus máshogy fog működni, és megjelennek vagy eltűnnek ezek az élek, illetve töréspontok. És egyszerűen be kellett mutatni ebben az esetben ilyen, mit tudom én, 9 pontot, és ő kigenerálja a 2 a 9-en alakot. De ennek ellenére is voltak még olyanok, hogy valamire nem gondoltunk, és akkor utána későbbiekben ez hiányzott. Úgyhogy pár évig ez tudtunk élni még ezzel a feature készlettel, és utána módosítanunk kellett, egyszerűsíteni kellett a dolgokat, hogy ahelyett, hogy töréspontokkal foglalkozzunk ívekkel. Itt ezt kevésbé lehet látni, a kis sárga négyzetek mutatják azokat a helyeket, ahol az ívek vannak, ami egyébként ugyanezek megvoltak korábban is. Ezek azok a konvex pontok, amik
a konkáv sorozatot veszik körbe. Ezek határozzák meg az íveknek a kezdőpontjait. Tehát két ilyen ív között felváltva jönnek a konkáv, konvex, konkáv, konvex, konkáv, konvex ívek sokasága. Ez egy sokkal egyszerűbb leírása a karakternek, és ebből következően kevesebb lehetőség adódik olyan problémákra, mint az előbb mutattam. Tehát például itt ennél az M betűnél összesen annyi lett belőle, hogy az első szár jobb oldalán lévő ív nem két pixellel följebb van, hanem teljesen az alján. Ha megjelenne ott az a talp, akkor csak két pixellel följebb ugrana, de nem lenne belőle másik alak. Tehát egy ilyen feature leírással sokkal kevesebb fajta alakot kellett megtanulnunk. Viszont ez kevésbé is jellemzi a karaktert, kevésbé pontosan írja le a karakternek az alakját, úgyhogy be kellett tenni plusz programokat is még, ezeket izit rutinoknak hívjuk ma már, akkor még amikor csináltuk, nem így hívtuk. Ezek az izitek gyakorlatilag megmondják azt, hogy az a betű, amit a feature-ök alapján, mit tudom én, M betűnek ismerünk föl, tényleg lehet-e M betű. Némelyik ilyen izit az nagyon egyszerű, sőt, némelyikre nincs is szükség, a bonyolultabb esetekben hosszasabb kódot kell hozzáírni. Na, hát ez volt a lényege azoknak a feature-öknek, amik akkor készültek, és manapság is használunk. Persze vannak egyszerűbb alakok is, amiknek a leírása már ezekkel túl kevés információt ad, tehát más módszerekre van szükség, ezekben nem fogok belemenni, tehát itt van például ez a nyitózárójel, vagy itt van ez a ronda H betű, ugye úgy néz ki, mint egy ronda H betű, hát az a helyzet, hogy csalok. Ezek azok az alakok, ez a zárójel is, meg ez a H betű is, ahogy a program látja pixel közelből az alakokat, hogyha mi távolról ránéznénk, akkor ezt látnánk. Tehát ott van a nyitózárójel, két H betűszerűség, meg egy zárójel, és hát ez valójában három darab nulla. Ezt a példát azért hoztam föl, mert nagyon fontos, hogy a karakterfelismerésben az osztályozás önmaga az kevés. A szegmentálás sok esetben sokkal fontosabb, mint az osztályozás. Sokkal nehezebb rájönni arra, hogy mik azok a pixelcsoportok, amik egy adott karakterhez tartoznak, amit föl kell ismerni, osztályozni kell, mint utána, hogyha már ez meg lenne, akkor technikailag osztályozni. Úgyhogy a szegmentálás az egy nagyon fontos és nagyon nehéz probléma, és hát a felismerési problémáknak a nagyobbik része a szegmentálás problémáiból adódik. A szegmentálás az nem egy egyedi vagy egyszeri algoritmus, az egy iteratív processz. Nagyon sokféle lehetőség van, hogy hol lehet karaktereket, illetve hát a pixellek között karakterek vagy karakterszerűségekre vagdosni az alakokat, és hát ezekből meg kell próbálni egy adott lehetőséget, amit valami jóság alapján úgy gondolunk, hogy a legjobb, nem sikerül, kell próbálkozni egy másikkal, nem sikerül, megint egy másikkal, és minden egyes próbálkozásnál újra csináljuk az osztályozást, tehát a karakterfelismerést, mindaddig, amíg nem találunk egy megfelelő vágási vagy összeragasztási módszert. Na, hát nagyjából ennyi volt az a rész, ami ilyen nagyon szakmai és nagyon pixel közeli dolgokkal foglalkozott. Lehetne még nagyon sok mindent mondani arról is, de inkább arra szeretném így a végét felhasználni az előadásnak, hogy arra felhívjam figyelmet, hogy a karakterfelismerés az nem csak osztályozás és nem csak szegmentálás. Nagyon sok minden egyéb is van abban, hogy a végén előálljon egy OCR program. Az OmniPage például, hát ami a Recognitának az utódja, több mint 10 millió soros kód, amiből hát benne van a Recognitának az assembly kódjai is ebben a számban, meg benne vannak az összes többi tipikusan C-ben, C++-ban írott kódok. Például van benne 5 OCR engine, amiből hát 4 az ilyen nyugati engine, amiről szó is volt már a UNLV felmérések során a Calera, Care, XIS,
meg Recognita, amik versengtek egymással. Hát az a helyzet, hogy manapság ezek a versenytársak, ezek mind itt vannak a tulajdonunkban, és mind benne vannak az OmniPage-nek a belsejében. És van egy ázsiai program is, amit nem mi fejlesztünk, egy kínai partnerünk terméke, forrásban kapjuk meg, és úgy illesztjük be az OmniPage-be. Ami itt az ábrán látszik, azok a nyugati OCR engine-eknek az a körülbelüli rendszere, ahogy használjuk. Tehát ott van a Recognita, mellette a Mongo, meg a Fireworks nevezető. A Fireworks az a XIS-nek, vagy Scansoft-nak a terméke volt. Ezek a modulok, hogy hogyan használjuk őket egy ilyen vótos környezetben, ebben most nem megyek bele, mert ez önmaga megérne egy teljes előadást. De ez mindegyik modul, a Recognita is, a Mongo is, a Fireworks is, meg az M-Text is, ami ebben most itt nem is szerepel. Mindegyben van osztályozás, van szegmentálás, aztán van adaptív osztályozás, adaptív szegmentálás, nyelvi analízis, meg mindenféle olyan dolgok, amik kellenek ahhoz, hogy megfelelően jó pontosságú karakterfelismerést tudjuk csinálni, és pluszban hozzá ez a vótos környezet még ad hozzá 20-30-40%-os pontosságnövekedést. De nem csak OCR engine-ek adják ezt a 10 millió sort. Nagyon fontos az, hogy a képpel is kell foglalkozni. Tehát maga például a képfel beolvasás során kell kezelnünk szennereket, amiből itt látszik a képen, hogy millió fajta van belőlük, és hát aki vele foglalkozik, Dénes Tamás, ő jól meg szenvedett vele, hogy ezeket mind tudja kezelni. Kell képfájlokat feldolgoznunk, PDF-eket, amiről majd lesz a következő előadás, hogy mi a szerepe az OCR környezetében a PDF-nek. Aztán a beolvasott képpel mindenféle előfeldolgozásokat kell csinálni. Tehát szűréseket, ferdeség kiegyenesítést, zaj eltüntetést, sor kiegyenlítést, binarizálást, nagyon sokféle algoritmus van belül, amik egy jobb képet állítanak elő a beszkenneltből. Aztán nem csak az a felismerés van, ami nyomtatott írásra vonatkozik, vannak mindenféle egyéb felismerési algoritmusok is az OmniPage belsejében. Bárkód felismerés, optikai márkoknak a felismerése, pontmátrix felismerés, kézzel írott számok, sőt a nyelv felismerésre is szükség van, mert ott van a nyugati engine-ünk, meg ott van az ázsiai engine-ünk, amikor bejön egy szkennelt lap, akkor először el kell döntenünk, hogy ez most nyugati írás, latin alapú írás, vagy valamilyen ázsiai írás, vagy esetleg arab írás, és a megfelelő engine-t kell futtatni hozzá. Aztán, amikor még mindig ott tartunk, hogy van a kép, amit föl kellene dolgozni, nagyon fontos része a zónázás a következő lépése a karakterfelismerésnek. Amikor meg kell állapítani, hogy hol vannak szövegek, hol vannak táblázatok, grafikák a képen. A mellékelt kép az éppen egy kínai lap, ahol függőleges írás is van, vízszintes írás is van, még ezt is meg kell állapítani a zónázó modulnak, hogy melyik milyen. Aztán van ez a külső vótolás, ami a különböző engine-ek outputjából próbál csinálni egy pontosabb eredményt, formoknak a kezelése, amibe beletartozik az is, hogy meg akarjuk állapítani, hogy a különböző form elemek hol találhatók alapon, ilyen kitöltendő mezők, checkmarkok, ez a fésűnek nevezett fura dolgok, és hát egy különálló ág a templéteknek az illesztése mindenre a formokra. És hát a végén vannak az output dokumentum előállításának a különböző apróságai. Ide tartozik a PDF processzálás is, arra is van egy teljes külön API készletünk, hogy mi mindent tudunk a PDF-ekkel csinálni, vagy DocX, XLSX, HTML formátumú dokumentumokat hogyan állítunk elő azokból a lapokból, amik a szkennerből jöttek. És hát nagyon fontos az is, hogy mindezre a programra interfészeket is kell csinálni. Hát egyrészt van rajta egy API, ami C-s, C-sharpos vagy Java-s API, és annak a tetején pedig a UI, mondjuk egy Windows-os UI, ami az OmniPage programot a user számára használhatóvá konvertálja. És még sok más minden, amiről nem beszéltem.
és most nem is fogok részletesebben. Köszönöm szépen a figyelmet, és jó étvágyat a leveshez!